A kormány döntése szerint a magyarországi felhasználók továbbra is rezsicsökkentett áron vásárolhatnak villamos energiát és földgázt a kormány rendeletében meghatározott mennyiségig. Az ügyfeleknek a kedvezményes sávhatár felett sem a valós piaci árat kell fizetniük, hanem az annál jóval kedvezőbb lakossági árat. 2022. augusztus 1-i változásokat követően augusztus 23-a után érkeznek az első számlák a lakossági ügyfeleknek és a nem társasházban élő nagycsaládosoknak a július-augusztusi fogyasztásról. Szeptembertől várhatják számláikat a társasházak és a társasházakban élő nagycsaládosok, nekik ekkor küld majd számlát a szolgáltató. Az MVM Next energiakereskedelmi ZRT közleményében kiemelte, most először küldenek olyan számlát, amelyben az átlagosnál magasabb fogyasztás esetén már a lakossági piaci ár is szerepelhet a számlán. Amennyiben a fogyasztás a rezsicsökkentett kedvezményes sávhatár alatt marad, jellemzően csak a kedvezményes rezsicsökkentett ár jelenik meg. Ha a fogyasztás meghaladja a kedvezményes sávhatárt, akkor pedig a diktált vagy általánnyal fizetett mennyiségtől függetlenül minden havi számlában szerepel a rezsicsökkentett és a valós piaci árhoz képest kedvezőbb lakossági piaci ár is. A számlán megváltozott az első oldalon kiemelt információkat tartalmazó úgynevezett rezsibox tartalma. Látható lesz, hogy az ügyfél a rezsicsökkentés nélkül világpiaci áron számolva mennyit fizetne, illetve az aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozó megtakarítást is tartalmazza a számla, vagyis a világpiaci áron számolt és a rezsicsökkentett áron ténylegesen fizetendő összeg különbözetét. Fontos információ, hogy az ügyfél az éves leolvasást követően a ténylegesen felhasznált energiát fizeti ki, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi általányt fizetett. Az időarányos számítás miatt az elszámolási időszakban esetlegesen ki nem használt kedvezményes mennyiség nem vészel, azt a szolgáltató a következő elszámolás során veszi figyelembe.